hogyha mindenhova kentünk, akkor ide nyomatoljuk, jó erősen oda nyomod, jó, leveheted, és most jön a varázs. Varázskrém után varázspor. Kisiskolások töltötték meg szerda délelőtt a gyönyörűen rendbetett Leyer City Center udvarát, itt rendezték a Biztonság hetének győri programját, melyre a közeli Gárdonyi iskolából is hívtak gyerekeket. A Biztonság hete a baleset megelőzésről és a biztosításokról szól, ezekre hívták fel a kicsik figyelmét a szakemberek. Minden egyes ilyen kis helyszínen előadásokat tartanak a gyermekeknek, nem csak a biztonságos közlekedésről, hanem az élet minden szinterén való biztonságról, tehát a baleset elkerülése érdekében, mondjuk a katasztrófavédők, ugye, akik ők is kint vannak egy ilyen nagyon szuper kis füstsátorral, amiben azt hiszem, hogy nagyon érdekes mindenkinek, hisz én sem láttam még ilyet. Valamint lehet célba lőni egy ilyen kisebb vizágyúval, kint vannak a polgárőr kollégák, akik egy ilyen kis kresszparkot raktak ide fel nekünk, a magyar közutas kollégák, akik hoztak egy ilyen nagyon szuper új járművet, amivel természetesen a gyermekek beleülhetnek, én úgy gondolom, hogy ezt sem látják mindig. Aztán mi a rendőrségtől is kint vagyunk egy ilyen technikai bemutatóval, ugye a legszebb autóinkat megpróbáltuk kihozni, rendőrmotort. Rendőrök, katasztrófavédők, közutasok és polgárőrök is különböző bemutatók segítségével magyarázták el a kisiskolásoknak, hogyan előzhetik meg a baleseteket, vagy kerülhetik el, hogy áldozattá váljanak. Örömmel csatlakoztunk ehhez a rendezvényhez, hiszen a katasztrófavédelem, a tűzoltók számára is rendkívül fontos az, hogy mindenki biztonságban élhessen. Itt elsősorban a gyerekek, illetve a különböző korosztályok figyelmét az ő életkoruknak megfelelően felhívjuk a rájuk leselkedő veszélyekre, így a tüzekre, szabadtéri tüzekre, lakástüzek veszélyeire, a szénmonoxid mérgezés veszélyeire, illetve a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára is ráirányítottuk ma a figyelmet, hiszen az is fontos, hogy élhető környezetben, tiszta levegőben éljünk, tehát ezért fontos ez, hogy ne gyújtsunk tüzet a szabadba, illetve semmiképpen ne tegyünk a kazánba olyan anyagokat, amelyek nem odavalók, csak a tüzelőanyagokat használjuk. A diákokat elkísérő iskolaigazgató szerint is fontos, hogy már ilyen fiatal korban felhívják a gyerekek figyelmét, mire vigyázzanak vagy ügyeljenek, ha közlekednek. A Gárdonyiban a tananyagban is szerepel ez a téma, de sokkal életszerűbb, ha a szakemberek magyarázzák el a legfontosabbakat. Az iskola az egy zárt világ, zárt és biztonságos világ. Ebből a közegből, ha a gyerekek kilépnek, akkor egy új más világgal találkoznak. És fontos két dolog, hogy egyrészt felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ez azért veszélyekkel terhes világ, felkészítsük őket arra, hogy mire és hogyan reagáljanak, de ami ennél fontosabb, hogy az itt a helyszínen is jelenlévő rendőrök, tűzoltók, barátként tűnjenek fel előttük. Azt érezzék a gyerekek, hogy ők segítenek, hogy lehet hozzájuk fordulni, és emberként lehet hozzájuk fordulni. Azt hiszem, hogy ez a rendezvény ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a kiselsősök találkoznak a katasztrófavédő és a rendőrség munkatársaival. A helyszín biztosító cég számára egyértelmű, hogy minden évben teljesen ingyen látják vendégül a biztonsági programot. A társaság első embere, gyakorló édesapaként nap mint nap szembesül azzal, hogy mire kell megtanítani a kicsiket. Nekünk is 3 gyerek, kisgyerekünk van, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy hogyan kell közlekedni, mire figyeljenek egy autónál, egy motornál, kerékpáros közlekedésnél, hiszen egyre több a jármű az utakon, egyre több autó mozog itt a városban is, és itt ide járnak ők is a belvárosba, a közeli iskolába, nap mint nap úton, forgalmas utakon mennek át. Tehát nagyon fontos szerintem, hogy erre egy külön napot szenteljünk. Szeptember közepéig 432-en haltak meg a hazai utakon közlekedési balesetben, ami nagyon magas szám. A biztonság hete azonban egyre több gyerek figyelmét hívja fel, hogyan vigyázzon magára, ha közlekedik. A családok évében ugyanis különösen fontos, hogy odafigyeljünk a legkisebbekre, hiszen minden megelőzött baleset az ő életüket teszi lehetővé.